Take this. They're looking for you. Oh, shit! Here they come. A Wolfenstein 2 The New Colossus demója visszahozza a New Order hamisítatlan, számos kihívást biztosító lövöldözős játékmenetét. Játékmechanika terén radikális változásokra nem kell számítani, de mindkét pálya, amivel játszottunk, bizonyos szempontból teljesen egyedi volt. Ahogy az első rész, úgy a New Colossus is áramvonalasan mutatja be a lázadók és a fejlett technológiájú nácik harcának történetét. Erős alakításokat láthatunk a stáb részéről, miközben a játék végig elég önreflexív. Show me your lizard face, motherfucker. A nyitányban BG egy lopott náci tenger alatt járó ébred az 1969-es alternatív történelemben. De igen rossz formában van. Amikor a tenger alatt járót megtámadják, kerekes székbe száll, hogy végig gördüljön a meglepő módon teljesen akadálymentesített hajón, és nácik tömegét lője halomra. A kerekes székes harc izgalmas újdonság, csak egyetlen fegyverünk lehet, mivel a másik kezünkre a kerekünk görgetéséhez van szükség. A szettel való új találkozás során a háttérben egy csapat náci esik áldozatul, majd később Frau Engel a lázadás legyőzése után arra szánja kis szabad idejét, hogy lányát lekövérezze, amikor pedig a búskomor BG Békjónak nevezi magát, miután egy félkézzel több tucat nácit kiirtott, hangosan felnevettünk. Ugorjunk is a másik küldetésre, amikor BG-t az új mexikói Roswellbe küldik, hogy egy atombombát csempészzen be a náci bázisra. A fejlesztők elképesztően töltötték meg élettel a németek által megszállt Egyesült Államokat, csuklyás Ku Klux Klan tagokban dukolnak szabad lábon. Egy találkozó egy náci tisztel, valamint egy megrémült anyukával és gyerekeivel azonban gyorsan emlékeztetett rá minket, hogy a Wolfenstein csak félig komolytalan. Aztán jött egy újabb fergeteges párbeszéd BG és Super Spash között, ami ismét szórakoztató színészi játékkal és poénokkal alapozta meg a hangulatot. Amikor egy föld alatti pályaudvaron, majd egy nagy sebességű vonaton vágtuk át magunkat, a New Order rambos tűzharca és lopakodásának elegyített játékmenete rémlett fel bennünk. A közelharci animációk klasszak, de a magunk részéről a vadabb utat választottuk. Manapság ritkán adódik az embernek lehetősége két gépfegyverrel nácikat szitává lőnie. A számos elérhető fejlesztéssel rendelkező SMG-k, gépkarabélyok és shotgunok koktélját kevergetve nácik, rohamosztagosok, komolyan felszerelt nehézfiúk, vadászkutyák, sőt, szupergyors, Terminátor-szerű robotok hadait szedtük le. Amikor az akció beindul, az épp oly élvezetes, mint a New Order vegytiszta FPS játékmenete volt. Persze nehéz ütközetek is akadnak, a Wolfenstein nem kényeztet el olyan jóságokkal, mint a visszatöltődő életerő. Fontos kiemelni, hogy a két pálya során az akciót sohasem szakították félben lézervágós, rejtvény megoldós epizódok. Október 27-én meglátjuk, milyen meglepetéseket tartogat még a Wolfenstein 2 The New Colossus, ami egyébként egy napon jelenik majd meg az Assassin's Creed Origins-el és a Super Mario Odyssey-vel. Nagy nap lesz ez a játékosok számára, úgyhogy maradjatok velünk!